Sziasztok, én Menza és itt az EA FC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rovers sorozat 40. része. Ebben az epizódban el fogjuk kezdeni 2025 utolsó hónapját a Bristol City ellen, majd aztán játszunk a Preston North End és a Luton Town ellen még ebben az epizódban. Így fogunk felállni a Bristol City ellen. Forrest Brown, Rojas, Nielsen, McManus, Contreras, Ali, Kaya, Montoya, Menza, Baran, Nielsen és Montoya is bekerülnek a kezdő 11-be. Bristol City, Forest Green Rovers. Kaya és Menza. Sikerül-e valamit csinálni ebből? Kaya okos labda. Menza! Ez volt az első Forest Green lövés. És lehet, hogy az első lövés az egész mérkőzésen. 29. perc, Menza góljával 1-0 Forest. Menzának 16 gólja van 17 championship meccsen, és vezeti a góllövő listát. Montoya szétszakad egy kicsit most a pálya, Alberto Montoya jöhet fel. Menza túljut a védelmi vonalon, duplázhat, Menza! 2-ből 2, 46. perc, 2-0 Forest. Stamatić, Kaya, nem igazán lépnek oda a Bristol védők, Stamatić, Bajić véd. Contreras szöglete a 48. percben. Ezé Montoya egyből majdnem átjutott Bajićon, Nielsen fejeli vissza. Azt még meg lehet csinálni valahogy. Baran lekészíti, Montoya. Montoya teker mellé. Ez a játék meg van áldva Emilio Duartéval. Akárhányszor elérünk az 50. perc köré, rögtön jön a quick substitution, hogy jöjjön Duarte az aktuális jobb hátvéd helyére. Sammar Ali. Sammar Ali, azt oda betűzhetni Montoyának! Hát ez eddig sorozat gólja, contender. A labda Alitól, Montoya egyből eltalálja. 3-0 Forest. Azt ne nézzük, hogy Montoyán átment a labda. Az csak szépséghiba. Eladott labda Dikitől, Montoya 4v2. Stamatić, Kaya. Stamatić, Kaya! Eltalálja a felső lécet. Benarus! Gól! A semmiből, a harmadik lövéséből ezen a mérkőzésen gólt szerez a Bristol City 4 órával a vége előtt, 3-1. Menza teker mellé. Ezé sarokkal, McCrory középre, Rojas! Szerencse nem áll mellettünk ebben a szezonban. 90. perc, 3-2 van, 4 percünk, hogy ezt az időt lehúzzuk. Smith egyből Menzának. Menza lő! És átmegy Bajićon, és akkor nem kell izgulni. 35 másodperccel a vége előtt. Joshua Menza meglövi a negyedik Forest Green Rovers ezen a meglövi a negyedik Forest Green Rovers gólt ezen a mérkőzésen, és akkor ezzel be is fogja állítani a végeredményt, és nem kell aggódni semmiféle késői drámáért. Hát a végeredménye nézve 3-2-nél még úgy nézett ki, hogy papíron egy izgalmas mérkőzés, vagy végeredményt nézve izgalmas mérkőzés lett volna, de nem volt az. Végig domináltuk a Bristol City-t. Menza mester 3-as, ez most derült ki, és akkor valószínűleg marad a Championship legtöbb gólját szerző játékosa. A vége Bristol City 2, Forest Green Rovers 4. Egy bemutatkozót fogunk avatni a Preston North End ellen. Samuel Amos, a nigériai balhátvéd kap lehetőséget a csapatban. Forest, Amos, Rojas, Nielsen, McManus, Contreras, Carlson, Smith, Montoya, Menza, Baran. Forest Green Rovers, Preston North End. Contreras, Menza szerintem lesen, igen, lesen volt, Woodman véd, de Menza lesen. Menza teker a D-ből, mellé. Menza berobban a 16-oson belőlre és betalál. 16. perc, Menza negyedik gólja ebben az epizódban, és még csak 105 perc telt el játékidőből. 1-0 Forest. David Smith lefordul az emberről felé. Preston North End szöglet, 51. perc. Besztíveli középre, Woodman! Hát szépen lefejelt. 52. perc, Woodman góljával egyenlít a Preston. Menza. Montoya. Még egyet tovább, David Smith! Eltalálja a kapufát, és aztán Menzának gyorsan kell reagálni a fejesre, amit meg is tesz. És 4 perccel később Joshua Menza betalál, 2-1 Forest. Baran. Menza, egyből tovább, Montoya, nincsen zászló, Woodman. Osmajić, Risz, mellé. Risz, Osmajić. Osmajić középre. Risz, Forest! És Amosnak van egy sérülése, hát nem pont így akart bemutatkozni a nigériai. 20 perc van hátra. Preston North End szöglet, Potts. Risz! Megint egy szögletből. Szenvedünk a set piece-ek ellen a Preston North End-del. 2-2, Osmajić a gólszerző. Risz. Ezért ne engedjük ki a pontokat a kezünkből! Forest. Preston szöglet, Brown. Potts csúsztatja tovább. Nagyon nem tudjuk kivédekezni a Preston szögleteket, nagyon nem tudjuk. Carlson, még egy el tovább, check! Woodman közelről, szöglet. Baran. És akkor most kell előre dobni szinte mindenkit, mert érkeznek az utolsó percek, check. Ennek a passznak jónak kell lennie, és a lövésnek is Menza! Woodman, szöglet. Még talán lehet egy akciónk, hogyha ezt jól játsszuk. Carlson, check. Hosszan tolja meg, de visszajut Menzához. Miért? Egy az miért hátrált el check, kettő az miért nem neki ment a passz. Hát itt volt egy óriási lehetőségünk a végén, hogy megnyerjük ezt a meccset, de így két Preston North End szögletből hozzá egy pontot a vendégcsapat. Mert azt a két gólt, amit szereztek, nem tudtuk kivélekezni a szögleteiket abból a kettőből. Ez van. A vége, Forest Green Rovers 2, Preston North End 2. És akkor az epizód utolsó mérkőzésén a harmadik helyen álló Luton Town otthonába utazunk. Forest, Brown, Rojas, Nielsen, McManus, Contreras, Ali, Smith, Buckley, Menza, Baran, ez a kezdő 11-ünk. Luton Town, Forest Green Rovers. Na ember legyen talpán, ha a Lutont megverjük. Tommy Buckley, az egy jó indítás, és most szerepcsere van, mert a csatár indítja a középpályást. És a 10. percben Ivan Contreras betalál. 1-0 Forest. Tommy Buckley. Buckley középen vele van Menza. Tommy Buckley inkább befelé húz. Tommy! Hát ez egy olyan dolog, amit én nem vártam, hogy meg fog történni. Negyed óra alatt lövünk kettőt a Lutonnek. Buckley gólpassz után gólt lő. 2-0. Contreras. Nagyon nyugodtan. Ali. Contreras. Menza. Egyből tovább, Buckley, Tommy! –3-0, 25 perc. Tommy Buckley a gólszerző. Buckley. Tommy Buckley önzetlen. Menza, 4! Bele is fog futni abban a nagyon csúnya pofonba a Luton. 39. perc, 4-0 Forest. McManus földre küldi Gilles-t. És megint megcsináljuk ugyanezt. Büntető Luton. Ideje kivédeni még egyet Samuel. Adebayo. Szívesen. Field. Föler átjut Nielsenen. Forest. Clark. Adebayo. Középre Gilles. Forest. McManus. És akkor talán még egy 5-ért jöhetünk. Baran Buckley-val. Kinek lesz elég staminája, hogy befusson a Luton 16-oson belőle, visszaér a Luton védelem, de tőle jövünk mi is. Duarte. Duarte elviszi az emberek mellett. Duarte, Milánc. Ali. Sammar Ali tud-e még egy olyan jó labdát kiosztani? Tud! Baran! És ott az 5. Nem tudom, mi történt a Luton Townnal ezen a mérkőzésen, de nagyon szépen köszönjük. Marek Baran góljával 5-0. 5-0-ra verjük a feljutásért küzdő Luton Townt. 5-0. Úgy, hogy már a fél időben 0-4-es hátrányban voltak a hazaiak. Hát lehet, hogy ez a kezdő 11 volt az, ami igazán működik ennek a csapatnak. Vagy valamit a Luton szart el. Vagy mi voltunk nagyon jók, vagy a Luton volt nagyon szar. Bízzunk az előbbi opcióban. A végeredmény Luton Town 0. Forest Green Rovers 5. És akkor a 40. epizódot playoff helyen fejezzük be. Ugye szinte már a szezon kezdete óta közel vagyunk a playoff helyekhez, akármennyire is nehezen indult a szezonunk, de az utóbbi tizen pár mérkőzésen mintha kettesbe kapcsolt volna ez a csapat, és úgy robog tovább, és jön fel, mint a talajvíz a Championship tabellán. Az első 6 meccsnapon még a kiesés ellen küzdöttünk, a következő 16-on meg már itt vagyunk a playoff helyeken. 34 ponttal, 2 ponttal a Stoke mögött, akik ellen a következő epizódot fogjuk kezdeni. Ennyi volt a 40. rész, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Menza voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!